Akkor a következő előadás az a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, és Dénye Eleket szólítom. Megmondom önöknek őszintén, hogy nem Elek volt erre az előadásra felkérve először, és ezért valószínűleg nem haragszik meg nekem, hanem Fedina László, aki váratlan körülmények között elhunyt decemberben, és sajnos ezért nincs itt most közöttünk. Elek ott dolgozott Fedinával együtt, és később aztán velem is, mert én is kerültem oda 11 évig, és voltam az Intert vezetője. Úgyhogy arra szeretnélek kérni, Elek, hogy akkor a, főként a kezdetekről számolj be. Parancsolj ez a hang. Köszönöm szépen itt. Neked is 15 perc. Majd szóljál, mert hajlamos vagyok itt kihágást elkövetni. Tisztelettel köszöntöm elnök urat és a kedves jelenlévőket, és csatlakozom Jávor doktornak az előző szavaihoz, hogy ott hátul a tanítványaink megjelentek, és ez részemre is nagy öröm, mert hát én is tanítottam az egészségügyi informatikusokat, és azért is nagy öröm, nem csak azért, hogy itt vannak, hanem ezek szerint viszik tovább azokat a gondolatainkat, amiket ugye annak idején próbáltunk bennük elültetni. És főleg, hogy megmaradtak a pályán. Magamról annyit, akivel nem találkoztam, hogy körülbelül 50 éve része az életemnek a számítógép és a pályafutásomat Komporgamba kezdtem, ami némi katonai áthatással bírt annak idején. És akkor úgy alakult az életem, hogy több területén dolgoztam a számítástechnikának, amit nem bánok, mert így a rendszer tervezéstől, programozástól kezdve sok mindennel megismerkedtem, de későbbiekben érdeklődésem alapvetően a matematika alkalmazása felé fordult, a algoritmus elméletek felé, és beajánlásra kerültem a SOTÉ-ra, a Fedina László féle számítástechnikai csoportba. Azelőtt nekem nem volt semmi kapcsolatom az egészségügyel, de nem bántam meg. Egy nagyon érdekes területre leltem, és azóta is örömmel tevékenykedek ezen a területen. Itt a címben én azt adtam, hogy 85-98 volt szerintem az aranykora a SOTÉ-nak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek hívták akkor még az egyetemet, és ma pedig ugye Semmelweis Egyetemre módosult. A számítástechnikának megítélésem szerint ez egy aranykora volt. Mindent újra kellett, illetve mindent előről kellett kezdenünk. Nem voltak hagyományok, nem úgy, mint ma. Mindent ki kellett dolgoznunk, és tényleg azt gondolom, hogy úttörő munkát végeztünk sok tekintetben. Egy kis áttekintéssel kezdeném, hogy alakult ki az egyetemen a számítástechnika. 69 óta első ilyen mérföldkő, megalakult egy számítástechnikai bizottság. 72-ben létrejött a számítástechnika csoport, érdemes talán a neveket is felolvastam dr. Schreiber Benedek vezetésével, és 74-ben Fedina doktor lett a csoportvezető, és alatta indult el igazából a kutatás is az egyetemen. Vezetése alatt a számítógép alkalmazása volt a hangsúly, és a kutatáson volt a fókusz. 75-ben ez egy mérföldkő volt, megalakult a R22-es számítógépterem, amelyen már komolyabb elemzéseket lehetett végezni, illetve ahogy a számítástechnika fejlődött, az egyetem is próbált lépést tartani a lehetőségekkel, és a mikroszámítógépek beszerzését is elkezdte. Ott fönt egy Sinclair géppel lehet találkozni, alul pedig egy EPP2 plusz mikrogéppel.
Ezt azért idézem már, amennyire látható, 76-77-es tanévrendet, nem csak azért, hogy a hőskorra visszautaljak, hanem a Fedina doktorféle csoportban külön matematikusok voltak. Tehát akik elkezdtek komoly egészségügyi alkalmazási kutatásokat végezni, és ennek azért van jelentősége, mert a későbbiek folyamán ezt a csoportot felszámolták, és más hangsúlyok kezdtek előtérbe kerülni a számító központba. Egy-két nevet hagy említsek meg, Kanyár Bélát talán ismerős a neve, vagy a Harnos Zsoltné, a Harnos Zsolt ugye a matematikus volt, a Kertészeti Egyetemen dolgozott, ott lett akadémikus, vagy Éltes Balázs, a Pál Iván, a Ringwald doktor, és még lehetne itt sorolni jó néhány nevet, akik fontosak voltak a kutatásokat illetően. Tehát orvosok, matematikusok kezdtek ott dolgozni abban az időben. 81-ben Sali Attila vette át a számítóközpont vezetését, és 98-ig ő irányította a számítóközpontot. Majd látni fogjuk, hogy ami csoport a Fedina doktor idején volt, az átalakult egy valóságos számítóközponttá, és a területek pedig ugye elizolálódtak egymástól. Tehát sok-sok olyan terület alakult ki vezetés alatt, ami egy számítóközpontra jellemző. Megemlítem Lapis doktornak a nevét, mert ugye egy orvos egyetem az elég feudalisztikus jellegű volt, és most a jelenre nem akarok visszautalni, hogy így van vagy nem. Hát igen, a közel 40 év alatt volt lehetőségem megismerni vagy a dolgokat, és nagyon fontos volt, hogy az egyetemen legyen egy olyan ember, aki a számítástechnika mögé járt. A Lapis doktor ezt megtette, és ő felügyelte ezt a területet, és ő minden lehetőséget, meg segítséget megadott, hogy a számítóközpont életben maradjon és fejlődjön. Az ő kezdeményezésére alakult, vagy készült el az első kutatás nyilvánítási rendszer, és ő erre nagyon büszke, egy Commodore 64 típusú gépen. És a három dátumot más színekkel szedtem el. Elkezdődött a számítóközpontnak a fölbomlása, tehát átszervezése, kiszervezése, stb. Például a gazdasági terület, majd mindjárt látni fogjuk még egy pillanat, és akkor 90-ben a központi könyvtárnak az online orvosi adatbázis elérése, illetve a szolgáltatás kiépítése még egy fontos lehetőség. Ezt majd visszatérek az előző gondolathoz. 85-ös tanév. Ebben két dolog van. Egyrészt még a tanévkönyv géppel íródott. És akkor vannak olyan területek benne, amiket itt nosztalgiaként kiemeltem, hogy még volt marxizmus-leninizmus tanszék 85-ben. Sőt, itt be is kereteztem a nevem mellett, hogy itt vagyok, mint tudományos munkatárs, még honvédelmi ismeret is volt. Ugye annak idején bejött a Pali, behozott egy gépkarabét, és azt mondta, hogy ezzel kell lőni, és akkor ott szétszett előttünk, és akkor ott lehetett vele babrálni. És ez a 98-as tanévkönyv, és ezt azért jelenítettem meg, mert fontos, mert már idegen nyelvű titkárság is megjelent. Ugyanis 83-tól a SOTÉ-n elkezdődött a idegen nyelvű képzés, elsősorban német és angol nyelven.
Tehát ez egy mérföldkő volt az életünkben is, mert amikor a kutatási és oktatási osztály vezetője lettem hamarosan, akkor ilyen feladataink is voltak, hogy a számítás technikát kellett oktatni német és angol nyelven. Tehát folytatva a gondolatot, itt kialakultak a kékkel bejelölt fő tevékenységei a számító központnak, tehát kiszolgáltuk a számítástechnika révén a kórházi információs rendszereket, a gazdasági területet, tehát SAP, stb. Belépett, és akkor jöttek a hálózat kezelési problémák, vagy kiépítési területek. Tehát 2, 4, 6, 8 olyan terület alakult ki a számító központon belül, amiket mind számítástechnikai eszközökkel kellett biztosítanunk. Tehát egy komplett informatikai, illetve számítástechnikai rendszer lett belőle. És akkor erre az időszakra körülbelül 95-re Sali Attila írt egy összefoglalót a Shotnetről, ami ezen a network elhangzott Debrecenbe, és összefoglalta azokat a fő területeket, amiket én is ide idézek, hogy milyen komplex területeket próbált lefedni a informatikai központ. Ugye kórházirányítási rendszer, ez a KIR rendszer, aminek a neve SOTE KIR lett. Nem akarom felolvasni ezeket a kiemelt területeket. A fő területünk volt, némi részem ebbe is volt, ennek a elkészítésében gyógyítás, ápolási rendszer, és ehhez pedig az akkori technikai lehetőségeknek megfelelően egy hálózat alakult ki. Akkor kezdődött el az egyetemen az optikai gerinchálózatnak a kialakítása, amire még a mai informatikai rendszerek is épülnek, természetesen már egészen más lehetőségek birtokában, mint ami akkor voltak. Hát ez mutatja az egyetemnek a akkori struktúráját, kapcsolódott a könyvtár, a belső-külső klinikai tömb és a Puskin utcai kutatórendszer is. És akkor ez pedig egy topológiáját mutatja az egyetemi hálózatnak. Utána, amikor ez vezetőváltás történt, akkor a számító központ, ahogy említettem, megpróbálták szétszedni, ide a gazdasági rendszert áttették más egységek alá, a hálózatosokat megint más egységek alá, tehát fölszabdalódott az a egységes rendszer, ami annak idején volt. Új feladatok jelentkeztek a maradvány részeken, de ez már egy új fejezete volt a hőskornak. És akkor az egyetemi kutatásról röviden. Amikor osztályvezető lettem ennek a területnek, az volt a nevünk, hogy kutatási és oktatási osztály. Ahogy itt az előttem szólók is emlegette, teljesen újról kellett mindent kialakítani. Egyrészt mit oktassunk ugye a hallgatóknak és a dolgozóknak is. Hát megpróbáltuk a legjobb tudásunk szerint ezt a feladatot megoldani, mindenféle kurzusokat szerveztünk a dolgozóknak is, éjjel-nappal oktattuk a számítástechnikát. Ugye ez a hőskor volt, mindenki akkor esett bele ebbe a feladatba, aki felhasználó volt, az is ugye küszködött a alapfogalmak megismerésével. Tehát egyrészt volt nekünk kétszintű oktatás hallgatóknak, dolgozóknak. Utána a kutatás területén ugye matematikai modellezéseket végeztünk. Elsősorban a statisztikát alkalmaztuk,
nehéz volt. Azt nem mondom, hogy tőlem nem kérdezték meg sose, hogy minek egy orvosnak a számítás, mert először nekünk kellett bizonyítani, hogy igenis szükség van rá, és az eredmények birtokába, amikor már sok mindent előre tudtunk modellezni, és tudtunk becsülni, akkor az eredmények birtokában egyre többen kerestek bennünket önálló kutatási problémákkal. Lejár az időm? Egy pillanat. A BMDP nevű program, ez a kedvencem, ez nem így. Először ez a BIMDP volt a neve, 57-es karrieréből indult a kaliforniai egyetemen. Szerintem máig meghatározza a statisztikai szoftvereknek a fejlesztési irányát. Nagyon szép dolgokat csináltunk annak idején compartment analízisek révén, differenciál egyenletek megoldása a különböző szervi rekeszek között. Célszoftvereket, amiket szakértői rendszereknek vagy mesterséges intelligenciának is lehetne tágabban nevezni, fejlesztettünk inzulin adagolási rendszereket, szűrőrendszereket, diagnosztikai rendszereket, algoritmusokat, új algoritmusokat fejlesztettünk. Egy gondolatot még a mai, tehát a múlt a jelenünkben van benne, azt mondom. Tehát amit annak idején elkezdtünk, és próbáltunk ugye megvalósítani, azt úgy látom, hogy sikerrel vittük végbe, mert a kutatás általánossá vált, tehát a matematikai alkalmazásnak az egészségügyben ma már elvitathatatlan funkciói vannak. Amikor a 80-as években egy orvosnak azt mondtuk, hogy valószínűség, majdnem belénk döfte a szikét, hogy mit akarok én vele, ugye a valószínűséggel. Ma már könnyebb a helyzet, hisz az orvosi hallgatók, vagy orvostan hallgatók már statisztikai képzésben vesznek részt, és sokkal-sokkal más ugye a hozzáállások. Egyet még kiemelnék belőle, tehát amiket lefektettünk, az él a jelenbe is, sőt, egészségügyi informatikai PHT fokozatot is lehet az orvosi egyetemen szerezni, nagy szó. Tehát az, hogy a biostatisztikát kötelező tantárgyként most már a kurrikulumban benne van, és harmadévben sikerült átetetni ennek az oktatását egy orvosi társadalomban, ez óriási jelentőségű, hogy meghonosodott a matematika, illetve az informatikai alkalmazás. És akkor, ha valaki majd végignézi a diáimat, a nosztalgia, R22-esekről, imádtam az R22-est, annak ellenére, hogy volt egy piros lámpa, a Tizsolaja Osipka, ugye, és annak idején még meg kellett jó tanulnunk oroszul is, bocsáss meg, hogy az orosz szakkönyveket tudjuk olvasni, mert azok hamarabb elérhetők voltak, mint az angol nyelvű tankönyvek, ezért még külön jártam is a szovjet orosz, vagy nem is tudom, szovjet magyar baráti társasághoz orosz kurzusra, hogy olvasni tudjam az orosz szakkönyveket. Ez csak a nosztalgia, hogy ezzel dolgoztunk, a maiak ezt már nem értik, hogy mit jelentett az, hogy egy lyukkártyában ilyen adat program sorban, ha volt egy rossz lyukkártya, annak a kijavítása, vagy adathibát javítani. Köszönöm szépen! A végén a diáknak van egy párhuzama, ahogy a számítógépek kicsinyedtek, hogy jut az alkalmazóknak a tudása. Köszönjük szépen Eleknek ezt az előadását. És ezt szeretném mondani önöknek, hogy Eleknek is volt fiatal kora, és átvett egy stafétabotot, amit hihetetlenül jól kamatoztatott. Egy másik Semmelweis-es oktatótól, Juvan Cyrenaustól,
a magyar biometria egyik atyától, és Elek ezt nagyon, nagyon magas színvonalon műveli tovább, és ő ma a magyar Juan Cyrenaus, de ennál több. És azt kell mondanom, hogy Juan Cyrenausnak volt egy mondása, ami ide tartozik ebbe a számítástechnika történetbe, aki azt mondta, és lepublikálta az Orvosi Etilapba, hogy olyan adatokra hivatkozni, amelyeknek az eredetével nem vagyunk tisztába, az az intellektuális becsület elvesztésének első lépcsője. Ez ott írásban megjelent. És ez azt hiszem, hogy én ezt elmondtam a minisztériumban egyszer egy értekezleten, a BNO-ra hivatkozott statisztikák kapcsán, hogy keletkeztek, akkor hát ugye eléggé nagy meglepetést keltettem. Köszönöm Elek az előadásodat.